szeretettel köszöntöm először is Torockai Ilonát itt a vonalban. Szia, Ilona! Szia, én is köszöntelek, és a kedves hallgatókat is. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és most rögtön előzetesen is szeretném idehozni azt a gondolatot, hogy ez egy csodálatos kezdeményezés, ez az egész Árszakra Fesztivál, amit tulajdonképpen három ember olyan szinten hordoz a szívén, Torockai Ilona, Kolek Ildikó, és hát az alapítvány elnöke Dragonics Márta, hogy tényleg példaértékű ez az elhivatottsága, hogy ti ezt a fesztivált képviseletek, és ezt az ügyet szíveteken hordozzátok, úgyhogy így a közönség nevében szeretném köszönetünket kifejezni először is rögtön így hármatok felé, mert csodálatosnak tűnt ez a fesztivál, de hogy ti és te hogyan érted ezt meg? Picit induljunk a legelejéről. Jó, nagy szeretettel beszélek, de meg kell hagyni, hogy szinte úgy érzem most, hogy a legutolsó volt a legjobb. Tehát a legelejéről azt mondhatnám, hogy Szentlélek akkora erővel segítette az ügyet, hogy megéreztük azt, hogy ez nem egy alkalmas program, egy alkalmas lett volna, mert hogy a Városmisszió idején úgy éreztük, Dragonics Márta érezte elsősorban, ő volt a szellemi vezetője az egésznek, illetve hát ő találta ki, és ő akarta ezt nagyon-nagyon-nagyon. Én éreztem, mint jó barátnőm, hogy itt segítenem kell, akár ő is nem fülött rá fogam, mert nem éreztem magam alkalmasnak, de megkaptam hozzá az üzenetet, hogy ezt kell tennem. Amihez nem értek, és belekezdek, és belső építészként egész más munkával próbálkozom, és tulajdonképpen az volt a lényege, hogy olyan 32 született meg akkor arra az egy hétre a Városmisszió idejére, amiben Márti elsősorban a kiállításokat szervezte, én is voltam egy ilyenben már társa, és akkor én meg a koncerteket próbáltam a múzeumokba hívni, mert hogy egy profán helyszínen próbáltuk a szakralitást, mint a művészetnek egy fontosságát, illetve annak is a zenei részét próbáltam én vezetni, mondjuk így, vagy kitalálni és megszervezni. És nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy jól fogadták az emberek, sőt úgy éreztem, hogy nagyon nagy fomjúság van erre, és biztattak, hogy ne hagyjuk ezt abba. Tehát ehhez valahogy olyan nagy erőt kaptunk már, ami már azt mondhatnám, hogy 18 éve egyfolytában erősít minket, és biztos, hogy még lesz egy rövid idő, mert most már ugye mi is azért csak elmúlt fölöttünk is ez a 18 év, tovább éljen valahogy ez a kezdeményezés, ebben nagyon bízunk. Ha ki tudnál emelni az idei tényleg hatalmas mennyiségű eseményből, programból egy-kettőt, amin vagy te jelen voltál, vagy részt vettél a szervezésében, szóval ami úgy a szívedet egy picit meg tudta érinteni. Megérintett szinte minden, vagyis hát azt is mondhatom, hogy minden, mert úgy kezdődött, augusztus végén volt egy kiállítás megnyitó, ami gyönyörű volt, és tegnap volt annak a finiszázsa, tehát egy keretbe foglalta azt a bizonyos 10 napot, ami aztán csak szeptember 14 és 22 között volt. Ez is olyan ajándék volt számomra, hogy még tegnap is megportongtam tőle, hogy egy olyan hívő festőművész nőne, B. Rajuniónak, aki finn származású, de Magyarországon él, és Magyarországon járt a Képzőművészeti Egyetemre is, tehát egy olyan ember, aki itt már otthon érzi magát, és még mindig az a gyönyörű finn természeti táj, és az a lelki töltet van benne, amit otthonról kapott, és amit a szülői házban, mint hitet is kapott. Úgyhogy ezt nagyon szerettem. Azon kívül utána már tényleg úgy volt, hogy a megnyitótól kezdve, ami lepett, hogy Istenről beszélt mindenki a megnyitón, ami nem egy gyakori dolog, hogy még a fiatal új múzeum igazgató is szinte hitvallást tett ott előttünk, egy új hitvallót kaptunk az ő személyében. A világvédnökünk is, aki a köztársasági elnök felesége, Nagy Zsuzsanna asszony, ő is azzal a verssel fejezted a gyönyörű beszédét, az a verssorral, ami nekem szerintem egész 10 napig erőt adott, hogy kibírjam a fáradtsággal és az izgalommal teli estéket, amiken ott voltam. Az a bizonyos Turmezei Erzsébet vers, aminek a refrénye, az a sor, hogy most nem teszek semmit, csak engedem, hogy szeressen az Isten. És akkor ebben az
érzésben mindig benne volt, hogy kaptam még egy ajándékot ezeken az estéken, kezdve attól, hogy Bogányi Gergely gyönyörű megnyitó koncertjén volt egy atya, aki az ő lelki atya, és ő elmondta, hogy mi a különbség a szakrális művészet és a sajnálatosan terjedő profán művészet között, és hogy mennyire fontos ez, amit mondjuk nem mi, hanem a művészek adnak így az embereknek, tehát hogy minél több legyen ebből. Ezt erősítésnek éreztem. Azon kívül nagyon érdekes volt, hogy Ránki Dezső és Klukon Edit koncertjén, ahol eddig igazán nagyon szakrális műveket éreztem, és az ő lelkükből jövő, közös világukból születő mű választékon. Most éppen egy olyan műsort választottak, olyan műsorszámmal fejezték be a koncertjüket Travel Bolerójával, ami teljesen meglepett, mert én éppen nemrég hallottam, hogy ez az a mű, ami olyan népszerű a világban, hogy minden nap valahol elhangzik, ami mindig valamelyik koncertteremben elhangzik. Ez a ritmus, ez az élő dolog, ami a befejező darab volt. Nem mindenki szereti, én tudom, de azért ez egy nagyon érdekes zene, amiben benne van minden, és az pattogó ritmus. Szóval én most nem vagyok egy zene szakember, aki zeneértő, aki erről beszéljen, de akkor nekem ez nagy erőt adott megint csak. Ez az egy darab, azzal együtt, hogy gyönyörű liszműveket is hallottunk meg Debussyt is, csak ez valahogy úgy felébresztett akkor, mert már kezdtem fáradni. És akkor volt aztán egy 4 olyan keresztkoncert, ami valami egész megdöbbentő dolog történt. Rögtön az elsőn, amikor nagyon-nagyon nehéz volt az árvizes időszak, és pont ott a rakparton, a belvárosi templomban az első koncerten. Úgy féltem, hogy ott az emberek nem jönnek, mert nem lehet már közlekedni, mert szakadt délelőtt az eső, mi lesz délután, és a végén, hogy odaértem száraz időben, és már kezdett úgy gyerülni is valahogy, akkor az emberek szállingoztak, és jöttek, és középre tették a muzsikusok azt a 4 hangszert, amin játszottak, mert ez egy vonós négyes volt, fiatalok és lelkesek. A templom közepére, holott ott sötét is volt, valahogy templomot megfelezték, de hát végül is nem volt olyan sok ember, elég volt nekik ez a maradék hely. És valami olyan koncert volt, olyan elsöprő muzsikálás volt, hogy ilyet még nem hallottam ebben a templomban sem, hogy vastaps volt, és visszajöttek, és ráadáztak 4 fiatalok. Úgyhogy így kezdődött már, ez is egy gyönyörűség volt. Aztán jött egy olyan második hely, a Deák téri templom a keresztkoncertek között, ahol megint egy óriási meglepetés ért minket, hogy Frissülő metropolita eljött, és ő is énekelt azon a koncerten, ahol görögkatolikus kórus szerepel, ahol nagyon szépen összegyűlt a nagy templom ellenére a közönség, tehát hogy betelt a tér, és nagy siker volt, és nagyon hálásak vagyunk máig is a Metropolita résztvételének, mert ő akkor Nagyváradról jött el, és Nagyváradra ment vissza a koncert után valami egészen nagy áldozattal, és közben ott gyönyörűen énekelt. Megéreztük annak az igazi görög katolikus liturgiának a tartalmát, vagy az erejét, vagy a lendületét, mikor mit. Tehát, hogy nagyon érdekes koncert lett belőle. Itt is volt már egy nagy kedves bevezetés, mert Kondor Péter evangélikus püspök a szószékről beszélt az elején, és úgy fogadta a metropolitát, és hát a kórust is álláson beszélt róluk, és az ökumenét itt éreztem már nagyon erősnek, és ugyanez folytatódott, amikor a református Kálvin téri templomban Szabó Ferenc úr, ő is nagyon szépen igével bevezett röviden, hogy ne vegye el a zenéből az időt, de úgy vezette be azt a Bach koncertet, hogy az összetartozott azzal a bevezetővel az a zene, és úgy éreztem, hogy ez most egy nagy ajándék volt megint csak. Aztán a 4. ilyen koncert, ami több keresztkoncert úgy néz ki, hogy a 4 különböző felekezetnek egy-egy jelentős temploma a virtuális képben, tehát a térképen nézve mondjuk egy kereszt
tett alkot, ha összekötjük ezt a négy templomot, ami arra ösztönzött minket, hogy ezeket a templomokat helyszíneknek használjuk ezekre az ökumenikus koncertekre. És ökumeni tulajdonképpen itt tetőzött a negyedik koncerten, amikor egy olyan énekkar énekelt, akik tavaly is már felléptek, és az volt a döbbenet, hogy azt hittük, hogy hát ők nem igazán hívők, és közben már akkor kiderült, hogy van köztük egy szerzetes, és a zenéjükön is teljesen, meg az énekükön, hát főleg azon, megérezte a közönség azt, hogy ők valahol lehet, hogy nem hívők, de ugyanúgy énekelnek, mint a hívők, mert valahogy ilyen helyeken, ilyen helyszíneken és ilyen muzsikáláskor a lelkükbe költözik az Isten. Én úgy éreztem, hogy itt vannak ilyen csodák, és hát volt aztán még egy Szent Erzsébet templom a Szent Erzsébet műsorával, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy Dugló Tamás tulajdonképpen egy kicsit olyan tréfásan és játékosan vezette be ezt a művét, mert ez az ő műve volt, és az úgy nézett ki, hogy az előadás valami fantasztikus minőséget adott, egy olyan gyönyörű zenét, az ő szerzeményét, amit énekelt egyrészt hát a Szent Efrém kórus, hát ők a férfi kar, ez valószínűleg nem is született volna meg, tehát ők tudnak csak ilyet énekelni, és egy gyerekkórus is volt, ami nagyon kedves volt, és hát egy-két szólista, nem egy-kettő, hanem kettő pontosabban, Bolla Bubno Tamás kislányát Saroltának hívják, és ő volt Szent Erzsébet. És akkor volt egy Veres Borsi nevű társa, ő volt Szent Piroska, és ők találkoztak ott, hát ez egy ilyen misztériumjáték volt, de olyan előadás volt, mintha két színésznő játszotta volna, talán még természetesebbnek is hatott, és nagyon kedves volt az egész, és nagyon felemelő a tartalma is, hogy két szent olyan módon beszélgetett egymással, akik persze sosem találkoztak. Dugló Tamás ezt kitalálta, hogy ez olyan élő beszélgetés volt, mintha mai nyelven beszélgetnének az akkorról, vagy korból. Ez volt tulajdonképpen a Gemma ének együttessel, ami aztán a befejezés volt, a csúcsa az egésznek, amit már nem lehet fokozni sem szinte, és abban pedig az volt a fájdalmam egy pillanatra belém villant, hogy nem beszéltük meg, hogy ki fogja bevezetni ezt a koncertet, és oda mentem a templomba, már azzal kezdődött, hogy óriási sor állt az utcán, de egészen hosszú-hosszú és vastag sorokban az emberek arra vártak, hogy bejussanak. Engem beengedtek, mert látták, hogy nálam van a rollap, amit majd ott fel kell állítanom, és többen már ismertek is, ott át ezből hallottam, és annak örültem, hogy kicsit még előbb mentem, mert ott volt az atya, az a fiatal atya, akit akkor megkértünk Dragonics Mártival együtt, hogy vezesse be pár mondattal ezt a koncertet, mert ez a végül is ez a záró eseményünk. És annyira meglepett az a pár mondata, ami teljesen, hogy is mondjam, ez lesz ezentúl a bevezetőnkben, valószínű idézni fogjuk az ő szavait. Ugyanis arról beszélt, hogy aki itt van most, azért jött el ide, mert ez egy templom. És ez egy templom, amiben énekelnek azok, akik most ezzel az énekkel imádkoznak, és hogy akkor imádkozzunk együtt velük. Ez annyira találó volt, hogy azt hiszem, hogy akkor már becsődült az a rengeteg ember, tényleg alig fértek, ez nem volt talán eddig ennyire zsúfolt ez a koncert, de most ennek külön örültünk, és akkor ezt még meg is hallották, és tehát, hogy ez volt az üzenet. Valóban ez azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon méltó záron gondolat, és hát innen fogjuk folytatni majd a következő műsorokban Ilonával, mert most ennyit adódott itt a műsorkeretben. Még egyszer nagyon szépen köszönjük az Árcakra teljes fesztivál szervezését. Torockai Ilonát hallottuk, köszönjük szépen!